Kísérletünkben az epe olajra gyakorolt hatását mutatjuk be. Ehhez kémcsövekre, vízre, étolajra és mosogatószerre van szükségünk, ugyanis a mosogatószer kiválóan alkalmas arra, hogy az epe tulajdonságait szemléltesse. A kémcsövekbe 3-3 újnyi vizet töltök, majd pedig étolajat rétegzek rá. Kicsit több lett. Nagyon szépen látszik, hogy az étolaj és a víz egymástól elkülönül, közöttük fázis határ van, alul helyezkedik el a nagyobb sűrűségű víz, felette pedig a kisebb sűrűségű étolaj. Kémcsőbe, az egyikbe, az étolaj tetejére mosogatószert öntök. Majd pedig a kémcsövek tartalmát összekeverem. Szépen látszik a két különbség, hogy polaritásánál fogva az étolaj és a víz egyáltalán nem keveredik egymással, hamarosan szét is válik a két fázis. Mosogatószer hatására, ami az epét szimulálja ebben a kísérletben, viszont egynemű lesz az oldat, gyakorlatilag stabilizálja a létrejött szuszpenziót.